Szabadkán a lakosok egy része teljes mértékben elégedett a távfűtéssel. Véleményük szerint a kényelem és a biztonság a plusz kiadást is megéri. Észleltem is most, hogy mikor jött csütörtökön ez a lehűlés, hogy jobban fűtöttek, mert ők is kísérik figyelemmel az időjárás változást, és úgy fűtenek bennünket, ahogy kell. Más viszont drágának találja a városi fűtést, emellett a társasházak szigetelése se tartja meg a meleget elmondásuk szerint. Svešto izolacija bila to je nestalo. I ostalo unutra pleh, spolja ciglice koje otpadaju. Jobban szeretem a normális hőmérsékletet a szobában, mint hogy nyári ruhában mászkáljak. Viszont a testvérem most panaszkodott, hogy nagyon hideg van a lakásban. A fűtés mindig nagyon-nagyon gyenge volt Szabadkán, pedig egész évben fizetik az emberek a fűtést. A hidegre való tekintettel az emberek fokozottan kezdtek el fűteni otthonukba, ki fával, ki szénnel, ki távfűtéssel melegít. Azonban egyöntetően mindannyian úgy gondolják, hogy a fűtési lehetőségek drágák. Mi brikettel fűtünk otthon. Eléggé meg vagyok vele elégedve, mert elég meleg van benne. Az ország energiaellátása stabil lesz idén is, jelentette ki Alekszandar Antić, szerb energiaügyi miniszter a szerbiai elektromos hálózat vállalatában tett látogatásán. U srcu našeg energetskog sistema poruka za građane da je energetski sistem Srbije potpunosti stabilan, da je pred nama jedna mirna godina u kojoj svi možemo da očekujemo jednu apsolutnu sigurnost u snabdevanju svim ključnim energentima. Antić hozzátette, bíznak benne, hogy jövőre tovább bővül a rendszer.